Pennsylvániában a viteli bíróság elutasította Donald Trump keresetét. A még hivatalban lévő amerikai elnök jogászai a választási eredmények felülvizsgálatát kérték. Egy választási megfigyelő eskü alatt azt vallotta, hogy ismeretlen eredetű és ellenőrizetlen szavazatokat vittek be az államban a számítógépes rendszerbe. Twitterjében Trump még mindig választási csalásokat emleget. A hét elején egy penszilvániai szövetségi bíró leállította a választási eredmények hitelesítésének folyamatát. Ez egy nappal azt követően történt, hogy a tagállam választási bizottsága bejelentette Joe Biden demokratapárti párti elnök győzelmét. Tom Wolf, Pennsylvania demokrata kormányzója pedig azt mondta, hogy aláírásával hitelesíti az eredményt. A Pennsylvaniai Szövetségi Felleviteli Bíró azzal indokolta Trump fellebezésének elutasítását, hogy a jogászok nem tudtak választási csalást bizonyítani.